Csőrükbe kapták és egészben nyelték le a halakat a Nyíregyházi Állatpark legújabb lakói. A Humboldt pingvinek a jégkorszak interaktív állatbemutató első látványosságai voltak. A létesítményt ugyancsak tavasszal nyitják meg a közönség előtt, a madarakat már augusztusban be tudták mutatni a vendégeknek. A Humboldt pingvinek Dél-Amerikában, Chile és Peru környékén őshonos állatok, éppen ezért tudjuk már őket így bemutatni, hiszen mérsékelt égövet képviselnek ezek a lakók. A látogatók imádják őket, folyamatosan a medence mellett nézik és csodálják a frakkos állatokat, hiszen úgy van kialakítva ez a bemutató rendszer, hogy egy akril üvegen keresztül meg lehet őket csodálni a víz alatt is. A korábbinál nagyobb keresztmetszetű csöveken érkezik az ivóvíz augusztus óta a tiszanagyfalui lakosokhoz. A fejlesztést rakamazzal és témárral közösen valósították meg, mintegy 170 millió forintból. A gyakorlati megvalósítás az ebben az évben kezdődött, a nyár folyamán, és ezen a héten meg is valósult Tiszanagyfaluban. A többi településen még folyamatban vannak a munkálatok. Azért volt erre szükség, mert a ivóvíz hálózaton beérkező víz mennyisége már nem fedezte a Tiszanagyfalu vízigényét, és ezért cserélték nagyobb méretű átmérői csőre. A református egyházközség új bölcsődéit mutatták be belülről Kemecsén. A több mint 1 milliárd forint értékű beruházás eredményeként közel 50 férőhelyjel és 11 fős személyzettel várják a családok legfiatalabb tagjait a kemecsei református tipekő bölcsődében. Támogatást nyert az egyházközösség, hogy így fogalmazzunk, Európai Uniós és a Magyar Kormánytárs finanszírozásával. Ennek a beruházásnak az összértéke, tehát a projekt összértéke, az meghaladja az 1 milliárd forintot, néhány 10 millió forinttal, és nagyon nagy jelentőségű beruházásról van szó, itt is szeretném még egyszer hangsúlyozni, hiszen az egyházközség életében ez az első nagyobb komoly beruházás, amelyet az egyházközösség az önkormányzattal közösen, hiszen segítettünk a projektmenedzselésben, egyéb dolgokban, amiben lehetőségünk volt, és közösen próbáltuk menedzselni ezt a projektet, és ennek a projektnek a végtermékét próbáljuk most egy projektzáró eseménnyel lezárni. Elhunyt motorosok tiszteletére avattak emlékhelyet augusztus közepén Apagyon. Szabolcs-Szatmár-Berekben ez volt az első ilyen kezdeményezés. Azt is tervezik az ötletadó civilek, hogy évente egyszer zarándoknapot szerveznek az emlékhelyhez. Az apagyi civilek összefogását a község önkormányzata a helyszín biztosításával támogatta. Az emlékhelyet a horgásztó és a sátortábor közelében alakították ki. Pár éve fordult meg nekem a fejembe ez. Többek között, hogy hát itt a környéken, Szabolcsba, de környéken se található ilyen hely. Jártunk motorosok falunapokra, sok minden olyan dolgot csinálunk, ami a faluknak az érdekei, de egy olyan komplett hely, mint hogy nem valahova is elmenjünk, és az elhunyt társainkról, természetesen, vagy balesetben elhunyt társainkról, nem volt nekünk erre lehetőségünk, hogy hát itt a környéken, hogy megemlékezzük. És akkor jött ez az ötlet, hogy hát kerestem a lehetőséget. Polgármester úr befogadó készséggel állt ide ehhez az ügy mellé, és megköszönöm neki utólag is, hogy idáig elértünk. Több hónapnyi egyeztetés után önkormányzati segítséggel augusztusban újra nyitott a Kisposta Kisvárdán. Tavaly ősszel az energiafelhasználás csökkentésére hivatkozva országszerte összesen 366 posta működését szüneteltette az állami vállalat. A 2022. novemberi zárást követően záporoztak a lakossági panaszok a kisvárdai városvezetéshez. Ezért született döntés a szolgáltatás újraindításáról. Ez évi 23 millió forintba kerül az önkormányzatnak. Partneri konstrukció, ez a kedvező számunkra. Ez 23 millióba kerül, tehát fele annyi, mint a más módon működtetnénk. És a másik nagyon fontos, hogy ez egy hosszú folyamat volt, mert már januárban a lakók jöttek, kerestek engem írásban, személyesen, hogy indítsuk el a postát. Megkerestük a miniszterhelyettes urat, Fónagy urat. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy ez országos döntés volt, tehát nem tudott mit lépni. Ugyanúgy megkerestük a posta vezérigazgatóját, hogy egy mobil posta legyen akkor helyette, abban sem tudott lépni. És azt jött az ötlet, hogy hirdessük meg vállalkozásba, arra nem jelentkeztek, és maradt a partneri kapcsolat, és a város boldogan vállalja föl, hogy itt lévő lakosokat tudja szolgálni, cégeket. Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén, Szent István király tiszteletére szentelték fel Szakoly új, római katolikus templomát.
A 116 millió forint összértékű beruházás alig 9 hónap alatt valósult meg a községben. A községben azért volt szükség új templom építésére, mert az előző épületben már életveszélyessé vált szentmisét tartani a leromlott statikai állapotok miatt. Azért vagyunk most itt, és azért van élő hitünk, azért van olyan kapcsolatunk az Istennel, amit persze újra meg újra meg kell újítani, de azért bízunk benne, hogy megvan, hogy megtapasztaljuk, hogy Isten országa itt van. Itt van bennünk, és itt van közöttünk, és itt különleges módon is jelen van, ebben a gyönyörű, szép új templomban. A Szent István király tiszteletére épített új római katolikus templom első szentmiséjén az új kenyeret is megáldották, megemlékezve ezzel az államalapítás évfordulójáról.